A szakma kezdő fogásai gyakorolják az első évesek ebben a műhelyben. Gyugyi Tamás évek óta foglalkozik szakmai képzéssel, olyan sikerrel, hogy már csak olyan munkatársa van, aki a keze alatt tanulta meg a faipar szükséges fogásait. Azt mondja, az az előny egy kis társaságnál, hogy sokféle munkafolyamatot kell elsajátítani, így a gyerekek szakmai előrehaladásukkal kapnak egyre nehezebb, bonyolultabb feladatokat. Mi annó 20 éve kezdtünk tanulókkal foglalkozni, akkor még csak egy ipari tanulónk volt. Akkoriban az volt az elsődleges cél, hogy a nálunk lévő munkahelyeket feltöltsük, tehát hogyha bővítenénk a munkahelyi állományt. Aztán az később két tanuló jött, ugye híre ment, hogy egyáltalán foglalkozik valaki ezzel a dologgal itt a környéken. Aztán négy tanuló jött, és ez már nyilvánvalóan a mi igényeink túlszárnyalta, ugye ennyi helyet én nem tudok biztosítani munkaerőnek. De hát akkor a kollégák felvették velünk a kapcsolatot, és amikor nálunk már a végzősök úgymond vizsga előtt álltak, akkor kérdezték már tőlem, hogy tudok-e ajánlani nekik munkaerőt a számukra. Ez nagyjából most is így van egyébként. Annyi változással, hogy a 20 év alatt elértük, hogy körülbelül olyan éves szinten 7-8 fő, 10 is beiskolázásra kerül, ugye ezeket a gyerekeket végigvisszük a 3 év alatt, tehát az annyit tesz, hogy 20-30 fő ipari tanulónk van folyamatosan, ez most pillanatnyilag 23 fő, és azt látom, hogy ha nem is azonnal, de a tavalyi végzett tanulókról tudok egyébként most a legfrissebb információkat, mindnyájuk elhelyezkedett már a munka a szakmájába, itt a kollégáknál, vagy a környéken, vagy külföldön, ami ugye sajnos nem ritka most már. Bár igazán nem része a szakmai képzésnek, mégis fontos olyan dolgokat is megtanítani, mint például a viselkedés vagy az öltözet, hiszen számos olyan munkájuk van, ahol ez kihat a cég megítélésére is. Ezért fektetnek erre is nagy hangsúlyt, mondja Gyugyi Tamás. Folyamatos az utánpótlás évek óta. Aki szakmát akar tanulni, megtalálja a megoldást, teszi hozzá. Én azt gondolom, hogy ez a 7-8-10 fő, ez nagyjából stabilan most már 10 éve változatlanul megvan, és szerintem ez nem is fog olyan nagyon merőbe változni. Olyan sokkal több kapacitása nincs is szerintem ezeknek a kis cégeknek, tehát már 50-70 fő az egy nagy második lépcső a képzésbe, illetve hát a környéken nagyjából szerintem ennyi munkahely is képződik évente, ugye nyugdíjazásokból adódóan meg a... A cég a Szekszárdi Szakképzési Centrum Dombóvári iskolájával, az Apáczai Csele János Szakképző Iskolával van napi kapcsolatban. De volt már tanulónk Kaposvárról is, volt tanulónk, pillanatnyilag is van tanulónk Szekszárdról is. Én azt gondolom, hogy teljesen kielégítő, tehát semmiféle olyan probléma még nem merült fel, amit ne tudtunk volna megoldani nagyon rövid idő alatt. A második évfolyamosok már feladatokat kapnak a napi termelésben, kisebb, a harmadikosok nagyobb mértékben. Az elkövetkező évről bevezetésre váró változásokat Gyugyi Tamás elsősorban adminisztratív átalakulásként értékelte. A szakképzés a szakképzés marad. Az, hogy milyen szerződéssel, milyen munkahelyi papírokkal vannak itt az ipari tanulók, én szerintem az merőben nem befolyásolja a képzésnek a kimenetelét. Az asztalos az továbbra is faanyagot fog megmunkálni, bútorokat fog készíteni, meg nyílászárókat készít, és a többi terméket. Ez, hogy milyen a szerződés, az szerintem ebben nem sok változás lesz. A szakma szeretete és a munkához való hozzáállás dönti el, kiből lesz szakember, mondja az ügyvezető. Már az első hónapokban látszik, lehet-e valakiből jó asztalos. Akkor még nyugodtan meg lehet beszélni a szakmaváltást, ha nem talál egymásra a tanuló és szakma. Kellő rugalmassággal mindenki megtalálhatja a magáét, vélekedik a cégvezetőt.